Általános iskolás diákok takarították le az összefirkált játszóeszközöket a Kossuth-Ferenc utcai játszótéren. Példamutató munkájukért az alpolgármester mondott köszönetet, erről is szólunk hamarosan, előtte azonban mutatunk néhány képet a többi témánkból. Újra élett a múlt, rendhagyó tárlatvezetésre várták az érdeklődőket az egykori Ungvári László pincébe. Több mint 200-an indultak a Táncsics iskolában rendezett népdaléneklési versenyen. És Kós Jánosra emlékezünk, a tegnap elhunyt énekes 2007-ben járt Szegléden utoljára. Híradó hétfőn a Városi Televízióban, jó estét kívánok! A hétvégén két esethez is riasztották a tűzoltókat, Cegléden kommunális hulladék kapott lángra, a Nyársapáton pedig az emlékfa gyulladt ki. A lángokat sikeresen eloltották a tűzoltók. Kommunális hulladék kapott lángra pénteken a ceglédi hulladék lerakó telephelyen. A tűzoltók kiérkezésekor 25 négyzetméteren égett, izzott a hulladék. A ceglédi hivatásos tűzoltók erőgép és egy vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd átvizsgálták a területet. Szombaton pedig Nyársapát határában gyulladt ki az emlékfa. A mementóként állított 8 méter magas tölgyfán keletkező lángokat a nagykörösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltók létre segítségével egy vízsugárral oltották el, majd átvizsgálták a fatörzset. Fiatalok takarították meg a csúnya szavakkal, nevekkel összefirkált játékokat a Kossuth-Ferenc utcai játszótéren. A Várkonyi és a Református Általános Iskolás diákok tegnap délután kezdték el lemosni az alkoholos filccel megrongált eszközöket, de maradt még teendő, a fiatalok folytatják az elkezdett munkát. Szabad idejüket áldozták fel fiatalok a játszóeszközök megtisztítására. Nagy Beni és társai tegnap kezdték el a munkát a Kossuth-Ferenc utcai téren. Mi is nagyon szeretünk itt a barátainkkal lenni, és nem szerettük így látni a játszóteret, de főként a kisebb gyerekek érdekében csináltuk, hogy jól játszanak, és hogy ne lássanak a kiskoruk létére ilyen nemi szerveket, meg csúnya szövegeket. A jó cselekedetnek ezzel nincs vége, hiszen bőven van még firkálmány a téren. Nem csak a látható helyeken, hanem még a mászóka alatt is találni. A fiatalok kisebb segítséggel, de maguk hozták a takarításhoz szükséges eszközöket. Az eszközbe apukám segített, elmentünk Tesco-ba, aztán ő vette meg, amiket kellett, meg így sétált egy bácsi, és tőle kértünk vizet. A példaértékű akciónak hamar híre ment a városban. Az alpolgármester hegedűságot a csokoládéval kedveskedett a gyerekeknek. Szeretném megköszönni azt az önzetlen munkát, amit ezen a hétvégén végeztetek a barátaiddal együtt, és helyrehoztátok azt a játszóteret, amit mások összefirkáltak. Köszönöm a munkátokat. Én is nagyon köszönöm. Újra megnyílt a Kossuth-Ferenc utcai Ungvári pince, bár csak néhány órára, de bárki számára látogatható volt. Az egykor évi 30 millió liternyi forgalmat lebonyolító pince. Simon Ernő vezette körbe az érdeklődők népes táborát, és mesélt azokról az évekről, amikor a cég és így a pince is virágkorát élte. Az alagsorban lévő kerékpárból tulajdonosa döntött, úgy megnyitják egy rövid időre azt az ajtót, ami egykor az Ungvári pincébe vezetett. A felhívásra nagyon sokan érkeztek, több mint 100 érdeklődő töltötte meg a pince folyosóit. Ők nem csak láthatták, de hallhatták is, hogyan teltek itt a napok és az évek. Simon Ernő 30 éven keresztül volt annak a cégnek a vezetője, amely az Ungvári László által 100 évvel ezelőtt épített pincében elsősorban szovjet piacra készítette az italokat. 38 darab nagy hordó van a pincébe, vagy volt, ezt a hármat innen leszámítva, ez 42 ezer hektoliter tárolóteret jelentett, és ha úgy számolunk, hogy ez évente általában elment innen 30 millió liter bor évente, akkor belegondolhattuk, hogy egy évente ez 6-szor megtelt, 6-szor kiürült. Tehát óriási forgalom volt. Akkoriban Cegléd és környékén jelentős mennyiségű szőlőtermő terület volt, és az Alföld többi részéből is áramlott ide nagy mennyiségben a bor. Ezt pedig főleg szovjet exportra készítették elő 500 literes fahordókban. Mindehhez évente 30 ezer hordót gyártottak Cegléden. Amerre jártunk itt jobbra-balra, ott ahol fehér csempe van, ott mindenütt bor volt belül a hordókba. 1000
1500 hektoliteres volt a legnagyobb, tehát 150 ezer literes. Akkor volt igazán nagy szerepe, amikor aki ismeri, itt ment a kisvasút keresztül Handházára, az naponta kétszer hozott nekünk tartálykocsikat, meg vagonokat. Általában naponta bejött az a 200 ezer liter bor, meg általában ugyanennyi el is ment innen napjába. Az exportra készített borok alkoholtartalma ráadásul nagyon magas, 18,5%-os volt. Ezt úgy érték el, hogy évente megközelítőleg 2,5 millió liter tiszta szeszt használtak fel, mesélte Simon Ernő. Volt olyan nap, hogy a tiszta szeszből, amiből az átlagember alig tudott beszerezni egy kis üveggel, 60 ezer liter fogyott el. Több mint 20 éve a Múzeum és Gubodi utca közötti épületek alatt húzódó pince bezárt. Borászati tevékenységre már nem is nagyon lehetne hasznosítani, de hogy mégis hogyan és mire, arra keresik a megoldást. Együtt báloztak a térség borászai és borkedvelők a hétvégén. A 21. borrendi bálon hirdették ki a körzeti borverseny eredményeit, és itt adták át az okleveleket a vadászok boraverseny díjazottjainak. Az egyik legnagyobb múltú zenés mulatságon a gasztronómia mellett a kultúra is nagy hangsúlyt kapott. A Vivat Bacchus énekegyüttes, valamint Sasvári Sándor szórakoztatta a bálozókat. Minden évben táncos esten köszöntik a ceglédi és környékbeli borászokat, már 21. alkalommal rendezte meg a borrendi bált a ceglédi és vidéke Ungvári László borrend, hogy itt is népszerűsítse és erősítse a rend küldetését. Egyben hagyományosan ezen az estén hirdetik ki a ceglédi monorjássági körzeti borverseny eredményét. A megmérettetést értékelve a zsűri elnöke elmondta, rekordszámú minta érkezett, és a mennyiség egyáltalán nem ment a minőség rovására. Úgy tűnik, hogy fejlődik, folyamatosan fejlődik az a borászati technológia. Egyre tisztább, egyre racionálisabb a gondolkodás a borok közül, nincsenek már ilyen tévutak, ilyen eltévedések a borok kapcsán, hanem kimondottan könnyen érthető, vagy jól értékelhető, könnyen érthető, jóívású borok azok, amik hasznosra kerülnek. A körzeti borversenyen a számos aranyérem mellett természetesen kiválasztották a helyezést elérő borokat is. A fehér borok közül a Kemencés Borház 2016-os olasz rizlingje, rozé kategóriában a Kökény és Fia családi borászat rozé küvéje. A vörös borok közül pedig Haris Miklós 2018-as merlója érdemelte ki az első helyezést. A közönségdíjat Haris Miklós, a Megyeri Hanti Pincészet és Jermi Ferenc vehette át. Ezen a bálon adták át a vadászok bor elismeréseket is. Szolgált, hogy a Ungvári László Kereskedelmi Iskola tanulói kiváló vadételeket készítettek, és köszönhet a borászoknak, hogy fantasztikus mintákkal támogatták ezt a rendezvényt. Ez egy ingyenes rendezvény, tehát mindenki a szívét, lelkét, borát, vadját hozzáteszi, és ebből egy nagyon jó sül ki a végén. Ezen a megmérettetésen Arany Zsolt, Sauvignon Blanc, valamint Cabernet kékfrankos bora és a Kemencés Borház kékfrankos rozéja érdemelte ki az egy éven át viselhető vadászok bora címet. Az egyik legnagyobb múltú zenés mulatságon a gasztronómia mellett a kultúra is nagy hangsúlyt kapott. A Vivat Bacchus énekegyüttes. Valamint Sasvári Sándor, Jászai Mari és Emerton díjas művész szórakoztatta a bálozókat. Sikeres volt a tavalyi év a Városvédő és Szépítő Egyesület életében, hangzott el a civil szervezet közgyűlésén. Kocsis István elnök elmondta, idén is sok tervük van, egyebek mellett szeretnék tovább szépíteni a várost, valamint ismét egy különleges meglepetéssel készülnek a Városalapítók napjára. A városszépítő munka, az utánpótlás nevelés és a közösség erősítése nagyon fontos, mondta Kocsis István. A Városvédő és Szépítő Egyesület közgyűlésén értékelték a tavalyi évet, és az idei tervekről is egyeztettek. Ez évben szintén munkaterv alapján a közgyűlésnek kell elfogadni. Hát amire a legközelebbit említsek, hogy a Városalapítók napján újból Ceglédnek, városunknak tervezünk egy ajándékot adni. Ugye
régebben adtuk 2 éve a Pókbangó szobrot, tavaly a testvérvárosok oszlopát. Most mivel Cegléden vagyunk, hát kitaláltuk, hogy ceglédi kanna oszlopot fogunk ajándékozni. Persze más tervek is vannak. Szeretnének parkosítani a városban, valamint tovább folytatni a falak megtisztítását a graffitiktől. De mindemellett az elnök továbbra is központi szerepet tulajdonít a közösségi építésnek. A családokat is, a szülőket is megpróbáljuk bevonni, hiszen tavaly már több család belépett hozzánk, és ilyen dinasztiák is kialakultak. Nagyon fontosak a jövőnket tekintve, hogy kialakuljon egy ilyen csoport is ebben az elég szép létszámú egyesületben. Csak tavaly 9 felnőtt és család lépett be. Jelenleg 76 tagja van az egyesületnek, továbbá mintegy 30 fiatal tevékenykedik a civil szervezetnél. A csapat nagyon összetartó, ha nincs kellő támogatás egy programhoz, a szülők mindig összefognak és segítenek, hogy minden megvalósuljon. Több mint 200 résztvevője volt a Tiszán innen Dunántúl országos népdalénekrési verseny megyei döntőjének. Mint 9 éve mindig most is a Táncsics Mihály Általános Iskola adott otthont a megmérettetésnek. A diákok egyéni és csoportos produkcióval is készülhettek. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítésekkel díjazta az énekeseket. Idén is közös énekléssel kezdődött a Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési minősítő verseny megyei döntője. A megmérettetésnek már 9. alkalommal adott otthont a Táncsics Mihály Általános Iskola. A zenei oktatás nagyon színvonalas a megyében. Nagyon sok iskolában szerencsére még mindig megőrizték ezt a régi hagyományt, a Bartók és a Kodály módszereket továbbadni a gyerekeknek. Annyira népszerű ez, hogy évről évre meg tudjuk rendezni a megyei versenyt. Úgy, ahogy már biztos hallották a kedves nézők, hogy több mint 30 iskola és több mint 200 gyerek jelentkezett erre a megyei döntőre. A versenyre 10-től 18 éves korosztályig jelentkezhettek a diákok. Minden korosztályban szólisták, kis együttesek és énekegyüttesek nevezhetnek erre a versenyre. Iskolai forduló után jutnak ide a Pest megyei válogatóba, majd pedig innen egy kiemelt aranyminősítéssel minden korosztály minden kategóriájából 2 versenyző jut az országos döntőbe. Hagyományőrzés, tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, a néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló előadásmód fejlesztése és a kreativitás növelése. Elsősorban ezek a népdaléneklési verseny céljai. A házigazda a Táncsics iskolából is már hetek óta készültek a gyerekek a megmérettetésre. Egyre több hangszert próbálok ki, és próbálom megtanulni. Erre a népdaléneklési versenyre pedig hát már elég régóta készülünk, úgy éveleje óta, és nagyon izgulunk igazából, nagyon szeretnénk tovább jutni. Tele van a szívem keserűséggel. A versenyen a diákok 3 perces szabadon választott versenyművel indulhattak. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítésekkel jutalmazta az énekeseket. A legjobb diákok a májusi országos döntőben is bemutathatják produkciójukat. Bajor Imrével közösen lépett fel Cegléden Kós János még 2007-ben. A tegnap elhunyt énekes ekkor járt utoljára városunkban. Hangjával, humorával elvarázsolta a közönséget. A fellépés előtt ellátogatott az egyik ceglédi pincészetbe is, ahol az Ungvári László Borlend borlovaggá avatta. A városi televízió akkori felvételeivel emlékezünk a 81 évesen elhunyt énekesre. A szervezők még az előadás előtt meglepetéssel készültek Kós Jánosnak, akit felesége Dékány Sarolta is elkísért ceglédi fellépésére még 2007. októberében. A művészt az egyik ceglédi borospincébe invitálták, azonban, hogy ott mi vár rá, nem tudta. Ez nem egyszerű vendéglátás volt. A népszerű énekeste a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend lovaggá avatta. A feladat szerint 2 bor közül kellett kiválasztania a cserszegi fűszerest. Talán ezt választanám. Lehet, hogy tévedek. Tehát ezt fölemelted. Igen. Most jön a meg. Isteni illata van.
meg ennek is. A próba sikerült, a lovagrend tagjai nem is kételkedtek benne, hogy másképpen lesz, hiszen Kós János köztudottan nagyon szerette a minőségi borokat. Világosan látszott, hogy a művész úr nem először fogott korrat a kezébe. Az eskü elmondása után Simon Ernő nagymester ütötte lovaggá Kós Jánost. Az énekes volt az Ungvári László borrend 171. tagja. A művész elmesélte azt is, hogy a bor iránti szeretete már egészen kiskorában kialakult. Mint mondta, a bor kis adagban igenis orvosság. Az én édesanyám, akkor volt egy fémgyűszője, és abban a fémgyűszűben az apám mindig beleöntött egy ilyen kicsi a gyűszű, kis tokai asszot, és nekem minden ebéd előtt meg kellett igyam. Megittam, ugye egy kis 8-9 éves gyereknek ez nem ártott meg, mert ez édes volt, ízlet, jó étvágyam volt, egyszer mondtam apám, miért kell ezt igyam, hogy fiam, hogy soha ne legyél beteg. Kós János 2007-ben teltház előtt lépett fel Cegléden. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó, a folytatásban a háttérön, amelyben az Ungvári László pince látogatásról láthatnak hosszabb összefoglalót friss hírekkel, holnap is jelentkezünk 6 órakor, várjuk Önöket, viszontlátásra!